Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hagyományőrzés, locsolkodás, Emmaus járás, drog, balesetek, ittas vezetés. Nem unatkoztak a Tolna megyei egyenruhások a hosszú hétvégén. BMX freestyle pálya épül Szekszárdon. A vásártér ad helyet az új fejlesztésnek. Húsvéti koncert. A háború elől menekülőknek segítettek a fellépők. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, melyet minden népcsoport saját hagyományai szerint tart meg évről évre. Az Új Szövetség szerint Jézus pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámad. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét. Tolna megye szerte többféle néphagyomány is kapcsolódik a húsvéthoz, amelyek közül többet idén is felelevenítettek. A felvidéki hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték a Bátaszéki Művelődési Házban a hétfői locsolkodást. A tojáskeresés után a legkisebbek ölbéli játékokat játszhattak, a nagyobbak pedig kézműves foglalkozáson vehettek részt. Ezen kívül éneklős és táncos előadások is színesítették a programot. Kalmár Éva, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület elnöke úgy nyilatkozott, főként a gyermekek számára kerül megrendezésre ez a hagyományőrző sorozat, hogy ne merüljön feledésbe a locsolkodás népszokása. 10 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy ezt mi tovább visszük, vagy átadjuk a fiataloknak ennek az élményét, hogy a lányok ne zárják be az ajtót, ne menjenek el kirándulni, hanem igenis várják a locsolókat. Érezzék megtiszteltetésnek azt, hogy elmennek hozzájuk a legények locsolni, hogy értékeljék azt, hogy felveszik a viseletet, hogy minek a részesei, és hogy ez egy jó dolog. Az Úr van te veled, áldottatja az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Az Emmaus járás szokása azt a bibliai történetet eleveníti meg, amikor a feltámadt Jézus megjelenik a Jeruzsálemből Emmaus felé tartó tanítványainak, akik először nem ismerik őt fel. Elbeszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják, ahol felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus végig velük volt. Húsvét hétfőn a Tolnán élő svábok elevenítették fel ezt a zarándoklaton. Ravasz Csaba, helyi plébános elmondta, hogy a stációk a Tolna és Mös határán található kőkereszthez vezetnek, ahol a mösi hívőkkel egyesülve közösen mennek be a templomba. A falak közül kijöve pedig megünneplik, hogy a húsvét az az ünnep, amikor az élet győz a halál fölött. A célunk az most a mösi templom lesz. Gyalog megyünk, proszekcióval, ez nem csak azt jelenti, hogy kirándulunk egyet, nem tudom én, a húsvéti sonkát, hogy lejárjuk, hanem zarándokút. Imádsággal, énekekkel indulunk és megyünk. Kismányokon a húsvéti szentmisét követően a hívők a templomból átvonultak a szomszédos székely portára, ahol kezdetét vette a kókonya szentelés. Ezután a megáldott ételekből és italokból falatoztak a bukovinai székelyek hagyományőrző vacsoráján résztvevők. Mészáros István, a Kalocsai Szent István király templom igazgatója szerint egyre több helyen fordítanak figyelmet a böjtre. Örömmel tölti el, hogy több fiatal is részt vett a misén, így továbbadható a hagyományőrzés. A húsvéti étel hagyományosan a tojáshoz, a sonkához, kolbászhoz, illetve a kalácshoz köthető, de nyilvánvalóan itt most már azért a bornak, a pálinkának a szentelése is történik, hiszen az is az ünneplős asztalnak a tartozéka, és jól is van ez így. Különböző népcsoportok más-más módon ünneplik a húsvétot, és emlékeznek meg a hagyományokról. Azonban mindegyik szeretné továbbadni azt a következő generáció számára. Lángokban álló tévé miatt kellett vonulniuk a tűzoltóknak a hosszú hétvégén. A berendezés Pakson gyulladt ki, szerencsére a szakemberek gyorsan a helyszínre értek, ezért komolyabb kár és személyi sérülés nem történt.
A hosszú hétvégén sem unatkoztak a Tolna megyei rendőrök. A húsvéti ünnepek alatt több közúti baleset is történt, illetve kábítószer birtoklókat is fogtak az egyenruhások. Továbbá a Rotpol akció keretein belül az ittas vezetőket szűrték a rendőrök. Volt, akinek a jogosítványát is elvették, mert olyan magas értéket fújt a szondán. Eseménydúsan teltek a húsvéti ünnepek a Tolna megyei egyenruhások számára. Ugyanis nagypéntek és húsvét hétfő között a megye útjain összesen 19 baleset történt. Szombaton hajnalban Faddon egy 15 éves fiú ellopta nagynénje autóját, majd egy házfal kerítésének csapódott. A fiatalnak természetesen nem volt jogosítványa, és részeg is volt. Továbbá nem egyedül utazott. A Tolna megyei rendőr főkapitányság szóvivője elmondta, hogy a hétvége során a Rotpol akció keretében egy 24 órás ittasság ellenőrzést hajtottak végre a rendőrök. Húsvét vasárnap este 8 órától húsvét hétfő este 8 óráig. Ebben a 24 órás időintervallumban 8 olyan járművezetővel találkoztak az utakon, akik a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztottak. Velük szemben, a kerékpárosokkal szemben szabálysértési eljárást indítottak. Volt olyan járművezető, akinek elvették a vezetői engedélyét, mert bűncselekményi értékhatárt fújt a szondába, és voltak olyanok, akik közigazgatási bírságot fognak fizetni a jövőben. A Rotpol akció még mindig tart, egészen csütörtökig számíthatnak az autósok a fokozott ellenőrzésekre. A hosszú hétvége alatt egyéb bűncselekmények is történtek, többek között húsvét vasárnap Szekszárdon egy 41 éves férfi próbált meg elmenekülni a rendőrök elől. Nála növényi drogot találtak az egyenruhások. Hétfőn a Tolnai megyeszékhely egyik nagyáruház parkolójában egy földön fekvő emberre figyeltek fel a rendőrök. Mentőt hívtak hozzá, majd átvizsgálták a férfi autóját, ahol nagy összegű készpénzt és drogot, fehér port, kristályt és tablettákat találtak. Rokonai már két napja keresték, mert két napja eltűnt otthonából, és azóta nem adott életjelet magáról. A férfi egyébként egy külföldi rendszámú autóval közlekedett, mielőtt őt előállították a mentők a kórházba. A 37 éves férfit kórházba szállították, jelenleg sincs kihallgatható állapotban. Látványosan nőtt az üzemanyag forgalom tavalyhoz képest idehaza. Az első negyed évben a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainak kiskereskedelmi benzinforgalma 29,5, a gázolai 36,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 382,75 millió, illetve 712,48 millió literre. A vizsgált három hónapban erősen átrendeződött az értékesítés szerkezete a normál termékek javára. Még ugyanis az ársapka tavaly november 15-i bevezetése óta a normál minőség maximált hatósági ára literenként 480 forint, addig a prémium üzemanyagért piaci árat kell fizetni, ami a benzin esetében most a 690 forintot, a gázolajnál a 790 forintot közelíti. Emiatt az első negyed évben a 95-ös benzin eladása 40%-kal nőtt, míg a prémiumé 12%-kal csökkent. A dízel esetében a normál minőségből 43%-kal fogyott több, mint egy éve, prémiumból viszont 2%-kal kevesebb. BMX freestyle pálya épül Szekszárdon a Vásártéren. A Bringa Park kialakításának célja többek között a gördülő szabadidős és sportinfrastruktúra kínálatának bővítése. A tervezett pályát a kerékpárosok mellett a gördeszkások, rolleresek és görkorcsolyázók is használni tudják majd. Helyszínbejárást tartottak a szekszárdi Vásártéren, hogy megnézzék, hol készül el nem sokára az új BMX freestyle pálya. Az Aktív Magyarország idén 50 ilyen pálya létrehozását támogatja országszerte, melyből az egyik Szekszárdon épülhet fel. Tóth András, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség projektvezetője elmondta, a Tolnai megyeszékhely ezzel már a második programját valósíthatja meg, hiszen a nemrég átadott pumpapálya is ennek a projektnek a keretében jöhetett létre. A BMX freestyle pályát úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy aszfaltos sík plac lesz, amire épül az akadály, épülnek az akadályok. A kiírás szerint minimum 6 darab akadályat kell építeni ebben a programban egy BMX freestyle pályán. Itt meg vannak szabva az átlagmagasságok, tehát 1,5 méter felettinek kell lenni az átlagmagasságnak, és fémvázra épülnek ezek az akadályok, ezek pedig rétegelt lemezzel kerülnek borításra, amik vízállóak és tartósak. A projekt megvalósításához 50%-os állami támogatásra pályázik a szekszárdi önkormányzat. Ezen a területen, itt a Vásártérnek a használatlan területén lesz egy ilyen pálya, ami valószínű folyamatosan nyitva lesz a közönség számára. Egy egyesület fogja üzemeltetni,
az a kerékpáros egyesület, ezt ők karbantartják, üzemeltetik hasonlóan a másik két pályával. A tervek szerint még az idén birtokba vehetik a pályát az akrobatikus kerékpárosok, vagy akár a gördeszkával és görkorcsolyával trükközők. 4978 új koronavírus megbetegedést igazoltak múlt hét csütörtök óta idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.884.458 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 106, többségében idős, krónikus beteg. Így az áldozatok száma 45.971 főre emelkedett. Tolna megyében 65 új fertőzöttet regisztráltak a hosszú hétvégén. Ezzel a járvány kezdete óta 39.802-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A házi orvosok számára nem végez több PCR koronavírus tesztet az országos mentőszolgálat. Erről az országos kórházi főigazgatóság levélben tájékoztatta a házi orvosokat szombaton este. Eddig a mentőszolgálat biztosította a teszteket azoknak, akik nem tudtak eljutni valamelyik központi tesztelőhelyre. A kórházi főigazgatóság új lépése azt jelenti, valószínűleg ezt a feladatot a házi orvosoknak kell majd elvégezni, kimenniük a betegekhez és tesztelni őket, ha felmerül a COVID gyanú. Átvette kedden megbízó levelét Süli János Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. Április 3-án a választópolgárok 62,98%-a támogatta voksával a tárca nélküli minisztert. Ő most azt mondta, tovább folytatja a megkezdett munkát. Dr. Bencsik Lajos, a Tolna megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elnöke ismertette az április 3-ai parlamenti választások választókerületi eredményét, majd átadta a megbízó levelet az újonnan megválasztott országgyűlési képviselőnek, Süli Jánosnak. És a választóknak is köszönjük a részvételt. Megjelentek ilyen szép számba, és akkor a bizalmat, hogy belém helyezték, hogy próbáljuk majd a következő 4 évben megszolgálni. Süli János azt mondta, folyamatosan dolgozik azért is, hogy az atomerőmű 4 blokkja üzemeljen, illetve hogy a bővítés megtörténjen. Az országgyűlési képviselő az atomerőművi beruházásért felelős miniszterként elmondta. A Rosatom egyértelművé tette, hogy az orosz-magyar kormány közihitel megállapodás alapján teljesíti a Paks 2 szerződéses kötelezettségeit. És az a jó ír nem csak ő, hanem hogy ők nyertesek közt vannak amerikai beszállítók, francia, német. De ők mindjárt voltak az elmúlt napokban nálunk, akkor is megerősítették, ma is a General Electric-kel lesz egy rövid találkozó, ott is erről fognak tájékoztatni bennünket, hogy a munka halad tovább. Továbbra is elsődleges szerep jut a térségfejlesztési feladatoknak, az önkormányzatokkal való együttműködésnek Süli János munkájában. Az új paksi városközpont kialakítása fontos részét képezi a fejlesztési terveknek. Konzervált területe olyan nagy rész már az a rész, ahol az integrált irányítási központ fog épülni, az ugye el lett pucolva, és akkor kezdődhet majd ott is a munka, de további dolgokra is szükségünk van. Területre is oda a szimulátor központot, oktatási központot szeretnénk kihozni, de ugyanúgy a Dunaparti területre pedig oda az új tájékoztató látogató központot az erőműnek első létesítményként. Az országgyűlési képviselő és a jelenlegi kormány is folyamatosan dolgozik a parlament alakuló üléséig. A május 3-ai eseményen Orbán Viktor miniszterelnököt felkérik, hogy az új kormány alakítására tegyen javaslatot. A népzene ünnepe, ezt a címet viselte a Zsikó zenekar húsvéti nagykoncertje Bátaszéken. A közel 1200 néző nem csak a muzsikát élvezhette a nagyszabású előadás alkalmával, hanem segítséget is nyújthatott az orosz-ukrán háború elől menekülők számára. A bevételt ugyanis az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül bajba jutott családoknak ajánlották fel a szervezők. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlésének képviselője az ünnepi műsor során elmondta, a kormányzat számára fontos a nemzeti kultúra védelme. A Zsikó zenekar 5. alkalommal szervezte meg a népzene ünnepét a Bátaszéki sportcsarnokban.
Az ünnepi beszédet ezúttal Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője mondta, aki kiemelte, a magyar kormány sokat tett az elmúlt esztendőben a nemzeti egység érdekében. Az egyik legnagyobb eredménye az elmúlt 12 esztendőnknek az, hogy a nemzeti összetartozás érzését megerősítette a nemzetben. Úgy sikerült egységesíteni a nemzetet. Az idei koncerten a népzene mellett a húsvéthoz köthető szakrális dalok is helyet kaptak. Zsiko Zoltán az együttes vezetőjének véleménye szerint ez a program állítja leginkább kihívás elé a Zsiko zenekar muzsikusait. Minden egyes ilyen rendezvény egy újabb megújulás, megújulás a szakmai tartalomban, megújulás akár a színpadi, a színházi élménybe. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincs két ugyanolyan koncert, és mindenhol jó fellépni, de a legjobb és a legnehezebb mégiscsak otthon Bátaszéken, hiszen a legmagasabbra azt gondolom, hogy itthon van föltéve a léc. A koncertre a Zsiko zenekar megkeresésére az Ökumenikus Segélyszervezet képviselői is Bátaszékre érkeztek, akik az ukrán háború menekültjei számára gyűjtöttek, ezúttal elsősorban pénzbeli adományokat. Nagyon-nagyon örültünk, mert egy újabb lehetőség arra, hogy a segélyszervezet még többet tudjon adományozni, illetve többet tudjon segíteni, akár most ugye most az ukrán menekültekre gondolván. A koncertre érkező 1200 néző élvezhette a muzsikát és adhatott segítséget a nehéz sorba került menekültek élethelyzetének javításához. Regionális híreink következnek. Jöhetnek a magánbefektetők. Zöld utat adott a baloldal a pécsi fejlesztéseknek. 37 baleset, 7 tűzeset. Egymást érték hétvégén a kéklámpás vonulások. Újra megrendezték Bolyban az Emmaus járást, a húsvét hétfő 2011-ben a szellemi kulturális örökségek listájára is felkerült. Bőrklinika régi vásárcsarnok épülete, kelet-nyugati elkerülő út, három olyan terület Pécsen, amelyeken jelentős fejlesztés várható a közeljövőben. Ehhez azonban módosítani kellett a Baranyai megyeszékhely építési szabályzatán. A változtatások azt jelentik, hogy magánbefektetők hasznosíthatják az ingatlanokat. A változtatások ellen benyújtott módosító javaslatokat leszavazta a baloldali többség. Pécs új építési szabályzata váltotta ki a legnagyobb vitát a közgyűlés keddi ülésén. A módosítás három nagy fejlesztést érinthet a Baranyai megyeszékhelyen. Az első a volt bőrklinika épülete, amely a városvezetői javaslat szerint nem közcélt szolgál a jövőben. Ez ellen tiltakozott Kővári János és módosítót nyújtott be. Azért, mert egy magánbefektető a baloldali üzletkörökből jól ismert háttérrel ide 80 kötőjel 100 lakásos társasházat kíván építeni, amiről nem kérdezték meg az ott élőket, a pécsieket, de én gondolom, hogy lesz erről véleményük. Én azt a javaslatot tettem, hogy maradjon a jelenlegi szabályozás és oktatási vagy egészségügyi célú használata legyen a jövőben ennek az épületnek. Ezt azonban leszavazta a baloldali többség. A másik változás a régi vásárcsarnok épületét érinti. A jelenlegi régi vásárcsarnok épülete, ha lebontásra kerül, annak a helyére ne egy 5 emeletes szálloda épüljön, teljes mértékben kihasználva ott a teret és beépítve, hanem az új vásárcsarnokhoz szükséges parkolók jönnek ott létre, és zöld telet közpark, hiszen ez a város egyik legszennyezettebb városrésze. Ez volt a javaslatom. Ezt sem fogadták el a közgyűlésben a baloldalon. Így szálloda épülhet a volt vásárcsarnok helyén az új szabályozás alapján. Egy 30 milliárdos útépítés is szerepel a tervek között, ami itt az Észak-Megyeri részen menne át. Az önkormányzat korábban ehhez állami támogatást kért. Ipari-gazdasági terület kialakítását erősítenék az útépítéssel. Most ez az elképzelés is változott. Azután, hogy ez erről egy döntés született, lakóvezetet akarnak ott kialakítani, ami azt jelenti, hogy nem gazdasági célokat fog tudni szolgálni az út. Ezzel a döntésükkel egyébként most azt is megkérdőjelezik, illetve felmerül a kérdés, hogy meg fog tudni egyáltalán valósulni a 30 milliárdos út, hiszen nem erre a célra kértük az államtól a támogatást. A
A lakóövezetté nyilvánítással szintén egyetértette a képviselőtestület városvezetői oldala. Így az új szabályozás szerint épülhet be ez a három terület Pécsen. Nem telt eseménytelenül a hosszú hétvége a tűzoltók és a rendőrök számára. Megyeszerte kellett vonulni tűzhöz, közúti balesethez és viharkárhoz is. Több mint 30 helyszínen mentettek vagy intézkedtek. A húsvéti hosszú hétvége során összesen 34 jelzés érkezett a Baranya megyei katasztrófa védelmi igazgatóságra. A megye tűzoltói 16 tűzesetet számoltak fel, és 12 műszaki mentést hajtottak végre. Tűzeseteket tekintve már a csütörtöki nap is kiemelkedőnek tekinthető. Pécsett a Kökényi úton egy személyautó motorterében keletkezett tűz, ami kismértékben az utastérre is átterjedt. A pécsi hivatásos tűzoltók egy sugárral eloltották a lángokat. Horváth Nikolett elmondta, hogy a hideg időben sokan fűtenek, a nem megfelelő szellőztetés miatt pedig két esetben riasztották a tűzoltókat, mert jelzett a szénmonoxid érzékelő. Ezen kívül Baksán, Pécsett a Rózsadombon és Vajszlón is kellett kisebb tüzeket oltaniuk. A rendőrség részéről sem kaptunk sokkal jobb híreket, pedig a baleseti statisztika még csak a vasárnap esti adatokat tartalmazza. 2022. április 11-e és 17-e között összesen 37 közlekedési baleset történt, amelyből 6 személyisérüléssel járt. A személyisérüléses balesetek 8 esetben súlyos, 10 esetben pedig könnyű sérüléssel végződtek. A személyisérüléses balesetek legfőbb okai a gyorshajtás volt, de történt baleset elsőbség megnemadása miatt is. Ittaság gyanúja egy balesetben sem merült fel. A komolyabb esetekben a tűzoltók mentették ki az autóba szorult utasokat, ilyen segítségre a hétvégén két helyszínen is szükség volt. Székely-Szabaron két személyautó ütközött össze, ide a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket, illetve biztosították a helyszínt. Pécsett a Hegedűs János utcában frontális karambol történt szombat este. A pécsi hivatásos tűzoltók a helyszín biztosításán, illetve a járművek áramtalanításán túl a sérültek kiemelésében segítkeztek. Az említett baleset következtében 5, 16 és 18 év közötti fiatal sérült meg. A rendőrség kéri, hogy sebességükkel mindig alkalmazkodjanak az út, időjárási és látási viszonyokhoz, valamint az adott forgalmi helyzethez, hogy, mint mondják, mindenki hazaérjen. Húsvét hétfőn a délelőtti Kálvária dombi szentmise után megtelnek a bói pince falu présházai. Az Emmaus járás több mint 100 évre visszanyúló bibliai gyökerű, német nemzetiséghez kapcsolódó szokás, amely a mai napig aktívan él a városban. A húsvét hétfői családi program 2011-ben a szellemi kulturális örökségek listájára is felkerült. Amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak, ők először nem ismerik fel. Beszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják. Akkor felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus tulajdonképpen végig velük volt. Ezt az utat és ezt a vendéglátást vették alapul a bói pince tulajdonosok is, a húsvét hétfői hagyományos Emmaus járással. A mise is megvan, hát időjárás függő, hogyha jó idő van, akkor ugyanúgy a Kálvária dombon van, ha nem olyan a jó az idő, akkor a templomba, és az emberek a mise után ugyanígy kijönnek a pincefaluba, és kinyitják a pincéjüket, és egy vidám húsvét hétfő délután töltenek el a pince soron. A Birkapelle zenekar érkezik éppen az egyik pincéhez. A hagyományos bói Emmaus járáshoz a zene is hozzátartozik. Van 5 pincesor bolyon, ebből mi az egyik fő pincesort elvállaltuk, és akkor így ugye hagyomány szerint ugye végig zenélünk a pincesorokon. Az 1700-as években betelepült svábság húsvét hétfői szokása már az egész város rendezvényévé vált bolyban. Részt vesznek benne a II. Világháború után betelepített felvidéki magyarok, és a rendszerváltás után pince tulajdonossá váló, bói gyökerekkel nem rendelkező Németországból érkezett családok is. Egyrészt azért fontos, mert 2 év szünet után végre ismét hivatalosan is lehet Emmaus, mert azt azért nyugodtan el lehet most már így mondani a vírus után, hogy bár hivatalosan nem lehetett rendezvényeket tartani az elmúlt 2 év tavaszán, azért azt mindenki tudja, hogy a bóiak azok Emmaus nélkül nem léteznek, és természetesen azért mindenki kijött. Nagyon nagy öröm, hogy végre ismét rendezvényeket, fellépőket lehetett szervezni, és most már tényleg teljesen szabadon és jogtisztán is meg lehet tartani az Emmaust. Az Emmaus járásnak több mint másfél évszázados
hagyománya van. A húsvét hétfői családi program 2011-ben a szellemi kulturális örökségek listájára is felkerült. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Hagyományőrzés, locsolkodás, Emmaus járás, drog, balesetek, ittas vezetés. Nem unatkoztak a Tolna megyei egyenruhások a hosszú hétvégén. BMX freestyle pálya épül Szekszárdon. A vásártér ad helyet az új fejlesztésnek. Húsvéti koncert. A háború elől menekülőknek segítettek a fellépők. Szerdán folytatódik az évszakos átlagnál hűvösebb, változékony időjárás. A légmozgás jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad egész nap. Estére várhatóan országszerte lecsökken a felhőzet, éjjel a csillagfényes, gyengén felhős égbolt alatt gyorsan csökken a hőmérséklet, hideg lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!